Több beruházás is zajlik Ibrányban, körforgalmat alakítanak ki a települést Nagyhalánccal összekötő úton, a munkába járás segítő kerékpárút épül, emellett fejlesztik a Városligetet is. A városban egyébként nyáron több programmal is várják a látogatókat. Stúdiónk vendége a témával kapcsolatban Ibrány település polgármestere Trencsényi Imre. Köszöntöm. Jó napot kívánok! Tiszta pozitív dolgokról fogunk ma beszélgetni, ami természetesen a településen élőknek is, és én azt gondolom, hogy a mindennapjait is könnyebbé, biztonságosabbá és szebbé tudja varázsolni. Kezdjük a fejlesztésekkel. Milyen lezárt fejlesztésekről tud beszámolni a utóbbi hónapokra visszatekintve, illetve melyek azok, amelyek jelenleg is zajlanak? Igen, több pályázatunk is fut egyszerre. Ebből a legfontosabb, amit el is hangzott, ez a Nagyhalászt Ibránnyal összekötő út, amely nem csak az ibrányiakat szolgálja ki, hanem ez egy főút is, hiszen Toka irányába itt nagyon sokan közlekednek. Nagyon vártuk már ennek az útnak a felújítását és ezt a körforgalmat, amely egy nagyon balesetveszélyes csomópontot szüntetett ott meg, hiszen ez a körforgalom, ez a vasiparban dolgozóknak nyújt egy nagyon biztonságos közlekedést, hiszen nagyon prosperáló iparral is rendelkezik, most már Ibrány, elmondhatjuk, több mint 250-en dolgoznak ezen a területen. Úgyhogy a kerékpárút is és a körforgalom is nagyon biztonságosá fogja ezt az utat tenni. Nagyon régóta várta már ezt a lakosság, és természetesen akik Ibrányon keresztül átutaznak, azok számára is mindenképpen azt gondolom, hogy ez előnyt és segítséget jelentett a közlekedésben. Több pályázatunk is fut, ahogy említettem, ez a két legnagyobbat említeném meg, a Zöldváros és a Szociális Célú Város Rehabilitáció keretén belül. A Zöldváros projekt keretén belül a polgármesteri hivatallal szemben fogunk kialakítani egy non-profit közösségi szolgáltatóházat, amely civil szervezeteknek biztosít majd székhelyet, illetve tanácskozási szinteret. Szintén a Zöldváros keretén belül a polgármesteri és a járási hivatal közötti parkban található régi szabadtéri színpad területén egy extrém parkot alakítunk ki a fiataloknak, ahol gördeszkázni, görkorizni fognak tudni. Illetve a Városligetben is valósul meg fejlesztés. Itt egy tó körüli sétányon egy rekordtán futópálya kerül kialakításra. A büfét fejlesztjük, illetve a játszótér is megújul. Ezt a Városligetet nagyon szeretik az ibrányiak, hiszen minden korosztályt kiszolgál, mini kresszpályával rendelkezik, streetball pályával rendelkezik, és nagyon sokan látogatják, és egy gyöngyszem, egy ékszerdoboz a városnak, a város közepén, a város szívében. Miért szorult a Városliget fejlesztésre? Gondolom, hogy azért az elmúlt évtizedekben is ez egy fontos közösségi térnek számított a településen. Igen, a szabadtéri rendezvényeink nagy részét már itt a Városligeten bonyolítjuk le. Kultúrált körülmények között nagyobb tömegű rendezvényt is le tudunk itt bonyolítani. Legutóbb egy nagyon sikeres megyei szakmai napnak, a vadász napnak adtunk otthont, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy lehetőséget kaptunk, újból megyei szinten is bizonyíthattunk, és nagyon szeretik, akik először látogatnak erre a területre, nagyon szeretik, illetve az ibrányiak már hozzászoktak, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek is, és tudatosan fejlesztjük minden évben, ahogy csak van pályázati lehetőség, igyekszünk valamit építeni, szépíteni rajta. Hát nagyon szeretik az ibrányiak is, és a ibrányba látogatók is ezt a Városligetet, és a városligeti tó is bővülni fog, hiszen egy új híd kerül majd kialakításra, és egy új része a tónak, amelyen nem titkolt szándékunk, hogy a kajak-kenu szakosztályunk bemutató órákat fog tartani, illetve mini sprint versenyeket is szeretnénk itt lebonyolítani, amely nem titkolt szándékkal a toborzást is elősegíti, úgyhogy ennek van ilyen egészségmegőrző funkciója és célja is a városvezetés szempontjából. Olyan sok mindent elmondott, hogy mi minden várható csak itt, ha a Városligetet tekintjük. Ha mindez megvalósul, és ezek már megvalósulnak, hiszen ezek gondolom már konkrét tervek, és megvan rá a költségvetés is, akkor készen lesz úgymond a Városliget? A Városliget azt gondolom, hogy komfortérzetét tekintve jelentősen javulni fog, de
vannak további terveink is, amelyeket még szeretnénk megvalósítani. Készen talán sohasem lesz, hiszen mindig fogunk találni olyan területet, amelyet lehet építeni, szépíteni. Már a munkatársaim fejében megvannak azok a kitörési pontok, ahol még tovább lehetne fejleszteni ezt a területet. A fejlődés ugye nem csak ezen a területen jellemzi az önök települését, tehát a sportéletről mindenképpen beszélni kell. Az imént említette, hogy nagyobb tömegeket vonzó rendezvényeket is össze lehet majd hozni itt ugye a Városligetben, de én úgy gondolom, hogy önöknél van miért a futballpályára is kilátogatni. Igen. A tömegsport és a versenysport is nagyon fontos szerepet játszik az ibrányiak életében. Nyilván a legnépszerűbb sportág a labdarúgás. Megyei szinten azt gondolom amatőr focit tekintve a legtöbb nézőszámmal mi dicsekedhetünk, hiszen rendszeresen több százan járnak Ibrányba a mérkőzéseinkre, és idegenbe is nagyon sokan elkísérjük a csapatot, aminek mi nagyon örülünk. Van jövője, van létjogosultsága a labdarúgásnak Ibrányban, nagyon komoly utánpótlás bázissal rendelkezünk, és örömmel vesszük azt, hogy nem csak Ibrányból, hanem a környező településekről is egyre többen választják Ibrányt, és választják Ibrányt, és a szülők iratják be hozzánk a fiatal gyerekeket sportolni. Van ennek ön szerint valami különleges oka, hogy önöknél ez így tud működni? Hát talán az eredményességet tudom elsőként megemlíteni. Azért, hogyha van egy minta a gyerekek számára, és van példa, akit tudnak követni, akkor azt gondolom, hogy a családok is szívesebben jönnek ki mérkőzésre. Most mindenképpen sikerként könyveljük el azt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Beleg megyei felnőtt labdarúgó bajnokságban második helyezést értünk el, illetve sikerült a megyei kupa győztes címet is elhódítanunk a tavalyi címvédést. Tavalyi megyei kupa győztes cím után idén is kupa győztesek lettünk, úgyhogy erre büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy vonzó a közeg, vonzó az infrastruktúra, vonzók a szakemberek, akik ezt tanítják a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek, és hát azért van egy kultúrája a Ibrányban ennek, és ezt szeretnénk fejleszteni, és itt is a pályázati lehetőségeket megragadva még vonzóbbá tenni ezt a közeget az ibrányiaknak, és a környékbelieknek, akik szintén szép számmal járnak mérkőzésekre Ibrányban. Már csak annyi időnk maradt, hogy a legközelebbi nyári eseményre vagy eseményekre meghívja a kedves nézőket, hiszen lesz például a streetball bajnokság is. Igen, ha már a Városligetet említettük, ott augusztusban kerül megrendezésre a harmadik alkalommal egy streetball fesztivál, ahol nagyon ügyes helyiek és környékbeliek fogják összemérni erejüket. A legközelebbi programunk június végén lesz egy kerékpárverseny, egy országos bajnoki futamot rendeznek Ibrányban, ahol a Magyarország legjobb kerékpárosai fognak versenyezni minden korcsoportban. Ez június 29-én és 30-án lesz, szombat délután és egész vasárnap. Úgyhogy mindenkit várunk, nagyon magas színvonalú versenynek lehetnek szemtanúi a kilátogatók. Hozzáteszem gyorsan, hogy egy hónapra rá pedig egy nemzetközi kerékpárverseny befutója lesz Ibrányban a visegrádi négyek keretében belül, a Vásárosnaményból induló mezőny, ahol több mint 10 ország bringásai mérik össze erejüket, Ibrányban fognak befutni, úgyhogy arra is várunk szeretettel mindenkit. És a legközelebbi városi programunk az a Kertvárosi Napok lesz. Sokadik alkalommal, már több mint 10. alkalommal várunk szeretettel természetesen nem csak Ibrányból, hanem a megyéből mindenkit, változatos programokkal, kulturális programokkal és különböző szórakoztató rendezvényekkel. Polgármester úr, köszönjük szépen a tájékoztatást! Köszönöm szépen a meghívást!